Békesség! Jó reggelt, nagyon szép napot és szép hetet kívánok mindannyiótoknak. Ez itt a Calvin Rádió, a szeretet hullámhosszán 2023. November 20-án hétfőn ma a Jolánok, a Jolikák ünneplik névnapjukat, és köszöntjük a tegnap névnapos Erzsébeteket, Zsókákat is. Isten éltesse mindnyájukat. Hallgassuk meg együtt Istenünknek szent igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a reggelen, ezen a borús őszi reggelen, János evangéliuma 4. részéből, a 31-től a 34. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Közben kérték Jézust a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ámen. Kedves barátaim, olyan kevés választ el minket attól, hogy a jó dolgokat az életünkben észrevegyük, hogy meglássuk Isten kicsiny csodáit. Ilyen kicsiny csoda volt ma reggel az, hogy felébredtünk, hogy szerető család vett körül, hogy volt, aki oda készítette a ruhánkat, amit fölvegyünk. A szemünkkel látunk, a kezünkkel fogunk és simogatunk, a lábunkkal haladunk, a szívünkkel érzünk. Kicsin csodák, de valóban csodák, amiket soha nem értékelünk eléggé. Pedig ha látnánk elesett és nyomorult életeket, ha látnánk gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, akik életükben még nem tettek egy önálló lépést, mert így jöttek a világra, betegséggel, fogyatékossággal, hogy a napjuk nagy részét ágyban vagy kerekesszékben töltik, akkor talán másképpen élnénk. De lehet, hogy nem így van. Mert mi, ma élő fiatalság, szobafogságra, önkéntes rabságra kárhoztattuk magunkat. Felülünk nem a sorsunk döntött, hanem mi magunk, hogy egy fél négyzetméteren, akkora helyen, amekkorán egy gurulós irodai szék elfér, leéljük az életet. De kár lenne értünk, ha így lenne. Mekkora felismerés lehetne, hogy van egy másik élet. Van élet a szoba ablakán túl, a focipályán, vagy bárhol, ahol egymással találkozunk, és egymással foglalkozunk, és nem a mobiltelefonunkat simogatjuk, ahogy a felnőttektől látjuk és tanuljuk. Mekkora felismerés született a samáriai asszony szívében, hogy valaki ilyen jól ismer engem. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Újságolta a város lakóinak. És ebben a felismerésben az is benne van, hogy én végre megértettem, mit miért tettem. Jézus és én csak beszélgettünk, és én rátaláltam a lelkem útjára. Megértettem, hogy mit miért tettem. Kedves barátom, megértetted-e már, hogy miért beszélsz időnként csúnyán? Miért lettél másokkal durva, olykor-olykor szinte már rossz indulatú? Megértetted-e már, hogy jó vagy rossz dolgokkal, de a középpontban szeretnél lenni? A jóért fáradni kell, a jóért oda kell tenni magadat, a rossz pedig jön magától. Megértetted-e már, hogy a legolcsóbb módon akarsz a figyelem középpontjában lenni?
Mekkora felismerés lehetne, hogy van egy másik élet. Jót teszek, és jót kapok cserébe. A samáriai asszony jót tett Jézussal, mert kitárta előtte koldus és beteg szívét. Nem rejtőzött többé színfalak mögé, vallásos álarc mögé. Kitárta szívét, és szomjúságát Jézus élő vízzel, vagyis szeretettel, elfogadással és megértéssel gyógyította. Az életben a legnagyobb csoda mégiscsak Jézus, akit Isten nekünk ajándékul adott. Ha őt elfogadjuk, ha nála békére lel a szívünk, akkor a kicsiny csodákra is felnyílik majd a szemünk. Ismét csak Jézus a példa előttünk, aki éhes is volt, szomjas is volt, mégsem evett és nem is ivott, egyszer igazán elmulaszthatta a soron következő étkezést, mert teljesen betelt a lelke azzal, hogy valakinek igazi örömöt vitt az életébe. Kedves barátom, adja meg Isten számodra azt az ajándékot, hogy valakinek te is igazi örömöt vihess az életébe. Amikor meglátod mások örömét, amit te okoztál, akkor kiszabadulsz végre az önmagad körülforgásból, és magad ébredsz rá, hogy van egy másik élet. Egy párhuzamos világ, csak egy karnyújtásnyira tőled. Egy másik világ, ahol csodák születnek. Ahol fontos neked a másik, és te is fontos vagy neki. Ebben a csodavilágban minden öröm megduplázódik. Ezért hát soha ne szomorkodjunk. És ne is higgyük el, ha mások azt mondják, hogy semmi okunk nincs az örömre. Mert kicsiny csodák vesznek körül, amikre mind felnyílik a szemetek, ha meglátjátok Jézust, és az ő segítségével végre egymást is. Így legyen. Amen. Legyen szép napotok, áldás, békesség.